Sziasztok! Kriz Orsi vagyok, a Dogdance Iskola Magyarország alapítója. Dogdancing versenyző és edző. És most ebben a videóban szeretném megmutatni nektek azt, akik mondjuk kezdő dogdancingesek, illetve még csak hallottak a sportról, vagy láttak videókat, hogy milyen kezdő segédeszközök kellenek a dogdancing tanításához, mikkel kezdjük el, mik a legfontosabbak, stb. Első és legfontosabb eszköz a klikker. A kezemben látható egy sima klikker, egy új klikker, nyomógombos, illetve egy síppal rendelkező klikker. Bármilyen klikkert vásárolhattok, ami nektek megtetszik, a lényeg az, hogy klikker legyen. A klikker abban segít, hogy egy trükknek a tanítása során kutyánk nagyon is jól értse, hogy mire kapta a dicséretet, és utána pedig a jutalmat. A klikkerrel azonnal meg tudjuk erősíteni éppen abban a cselekvésben, ami nekünk tetszik, hogy tovább tanulja a kutya azt a trükköt. A klikkerrel úgymond lefényképezzük a kutya mozdulatát, így összerakja a fejében, hogy az, amit éppen csinál, jó. Utána kapja a jutalmat, és folytathatjuk a tanítást. Az első segédeszközünk a target. Én egy egyensúlypárnát hoztam target gyanánt. Ezzel a kutya fel kell, hogy vegye a kapcsolatot, majd mindjárt elmesélem, hogy hogyan. Targetként lehet egyébként használni nagyobb lexikont, vagy kisebb fellépőt, ami laposabb, illetve akár egy ilyen magasabb dobogót is első körben, de a legjobb, hogyha minél laposabb, minél közelebb van a földhöz, mégis kiemelkedik a talaj szintjéből. Nos, a targetnek a felhasználása nagyon sokrétű. Elsősorban a mellső lábakat helyezzük rá, heel work segítségként. Akár a lábhoz igazodásban, akár heel work pozícióban nagy segítségünkre lesz ez a target. Itt arról van szó, hogy a kutya első körben a mellső lábait helyezi rá, és itt kapja a jutalmat, amikor a két mellső lába a targeten van. Target egyébként lehet még kisebb kutyáknál egy műanyag tányér, illetve egy frisbee, amit a kutyám ellopott időközben, úgyhogy mindjárt megmutatom. Tehát target lehet még ez a frisbee, visszaszereztem. Kisebb kutyáknál, vagy olyan kutyáknál, akik esetleg az egyensúlypárnának ezt a labilis felületét nem igazán kedvelik, azoknak jobb egy régi elhasznált frisbee, egy régi eldeformálódott frisbee, gumi frisbee, műanyag frisbee, bármi, amit már nem használtok. A következő eszközünk, ez a fal target. Ez a tárgy a kezemben egy fal target. Ezt is targetnek mondjuk, mert ez is egy olyan céltárgy, amivel a kutya felveszi a kapcsolatot, amit, hogyha felragasztunk a falra, akkor a kutyának előreküldést tudunk tanítani. A következő segédeszközünk a pálca. A pálca a kéznek a meghosszabbítása. Ezen a pálcán egyébként beépített klikker található, teleszkópos, tehát össze tudjuk csukni egészen kicsire, ki tudjuk húzni ekkora hosszúságra, és így megduplázhatjunk a karunk hosszát. A végére viszont mindenképpen jó, hogyha teszünk egy olyan látványos tárgyat, amit a kutya jobban észrevesz, mint ennek a pálcának a végén lévő picike bogyót, vagy hogyha találunk olyan pálcákat, olyan eszközöket, ami a pálcát helyettesíti, akkor annak is a végére ragasszunk valami nagyobb tárgyat, amit a kutya könnyen észrevesz, és követni tudja.
Itt szó lesz egyébként pálca érintésről és pálca követésről, amiről már készítettem egy videót korábban, hogy hogyan használjuk a pálcát, mikre tudjuk használni a pálcát. Ezt a teleszkópos pálcát egyébként nagyon sok webáruház árulja, meg tudjátok rendelni nagyon sok helyről. Különböző névvel illetik, érintő pálca, target stick, kutyakiképző eszköz, keressetek rá! Következő eszközünk a bója. Joe ismeri ezt a szót. Neki a bója egyébként a tárgyak kerülésének a vezényszava, tehát ezért néz rám ilyen kerek szemekkel és várja a feladatot. Bóját lehet használni úgy is, hogyha nagy kört szeretnénk tanítani a kutyánknak, akkor mindig egy bizonyos méretű kört teszünk ki bójákból, mi a kör közepén maradunk, és ő pedig a körön kívül tanulja a nagy kört. A bója segítségünkre lehet a tolatásnál is. Ha falhoz helyezünk néhány darabot belőle, akkor folyosót alakíthatunk ki, ahol a kutya az egyenes vonalú mozgást tanulja meg hátrafelé. A kezemben látható tárgy egy olyan rúd, ami akár ugrásra is használhatunk, akár kerülésre is használhatunk, hogy ezt kerülje meg a kutya, de leginkább egyébként távmunkánál lesz szükségünk ilyen rudakra, vagy akár egy partvisnyérre, hogy a kutya meg tudja tanulni a távolság növelését. A tárgy mögé helyezzük, és mi fokozatosan növeljük a távolságot, és úgy kérjük tőle a trükköket. De egyébként használhatjuk szintén pálcaként, tehát a kéz meghosszabbításaként, ahogy az előbb már beszéltem a pálcákról. Mellettem látható még egy dobogó. Ez a dobogó nagyon sok mindenben segítségünkre lehet. Ezzel megtaníthatunk akár pisilés trükköt, mármint, hogy a kutya emelje fel az egyik lábát, megtaníthatjuk arra, hogy erre ráállva szűken forduljon meg, tehát a forgással ne olyan legyen, hogy nagyobb kört ír le a kutya, hanem a saját középtengelye körül forduljon meg. Taníthatunk neki elefánt trükköt, bevihetjük akár ezt a ringbe is, mint ringkellék. Különböző felhasználása lehet ennek a dobogónak. Elkezdhetünk nagy kutyákat tanítani targetre, mármint hogy a targetet kiválthatjuk vele nagy kutyáknál, hogyha könnyebb nekik erre fellépni, illetve én kölyök kutyáknál szoktam még használni egy kis tornáztatásra, illetve hogy szokjanak ahhoz hozzá, hogy különböző felületű, különböző nagyságú tárgyakra fölhelyezem őket, vagy hát fölvezettem őket. Végül pedig ezt a platformot szeretném bemutatni, ami szintén egy target. A platformon tudunk sokféle pozíciót megtanítani még a kutyánknak, hogy egyenes vonalban végezzen mondjuk heel-work pozíciókat, vagy egyenes vonalban tudjon elindulni, egyenes vonalban tudjon tolatni bizonyos heel-work pozíciókban. Ezzel tudjuk kiegyenesíteni egy előreküldésnél is, illetve ugyanúgy pisilés trükknél is alkalmazhatjuk. Nagyon, nagyon sokrétű a felhasználása szintén egy platformnak. Hát ennyi volt mára ez a videó, amiben a dog dancing segédeszközöket mutattam be nektek. Ha továbbra is kíváncsiak vagytok erre a kis videósorozatunkra, akkor hamarosan jelentkezünk a következővel, amiben a kézérintést és kézkövetést fogom megtanítani nektek.